Sziasztok, én Bence vagyok, és ez itt az IFC 24 Akadémia Legendák Bolton Wanderers sorozat 40. része. Ezt az epizódot a Luton Town ellen fogjuk kezdeni, ami egy nagy kiesés elleni 6 pontos összecsapás lesz. Majd aztán szeptember befejezzük a Brighton & Hove Albion ellen, mivel ugye Carabao Kupa nekünk már nincs, mivel ugye kiestünk a Huddersfield ellen. Aztán, ha minden igaz, kezdődik október a Bournemouth otthonában. Folytatódik az első 3 pontunk keresése a Premier League-ben, és nagy esély van arra, hogy ezt a Luton Town otthonában fogjuk megtalálni. Kis Eden Martínez, Morales, Bustos, Pinto, Machado, Ali, Cech, Lacroix, Kyungu, Luton Town, Bolton Wanderers. Jakub Cech. Pascal Lacroix kapja. Húz befelé, majd aztán Anderson, és visszajut Pascal Lacroix az a labda, aki akár lőhet is. Pascal Lacroix! Eltalálja a felső lécet. Karikaburu, húz befelé, majd lő! Mellé! Mpanzu. Mpanzu, az egy nagyon szép labda Pereirának, Laurent Eden pedig lemarad róla. Keresztbe érkeznek közép hátvédek, az igen! Hát nem láttam, hogy az Morales volt-e, vagy Martinez, de azt a rohadt büdös életben mekkora becsúszó szerelés volt. Eden. Mpanzu. És ez egy megint egy jó labda Karikaburunak! Viszont ez a Luton lövés sem találja el Kis Bence kapuját. Saliu Kyungu. Kyungutól kapja Lacroix. Szépen veszi át a második hét, és már egy kicsit hosszú. És legalább ez kaput talált. Mpanzu. Karikaburu, Kovácsik. Még egyet tovább. Mpanzu, még egyet tovább. Karikaburu, Kis Bence. Gabrielnek a lábát elkapják, de megy tovább a nigériai, és aztán adja le Jakub Cechnek, Pascal Lacroix pedig érkezik teljesen üresen, ebből csak egy opció lehet. Jakub Cech. Cech húz befelé, és teszi le Lacroixnak, Pascal! Mellé. Zsill Kyunguba fut bele, Kyungu pedig teszi le Lacroixnak, Pascal Lacroix! És a kipattanót már nem fogja elérni a francia. És aztán ível középre, Ali érkezik rá! És Aliról ment ki, lejöhet a három csere. Szűk 10 perccel a vége előtt. Nem gyorsan meg kell szabadulni attól a labdától. Breno Silva. Középe Pelletier-nek. Sebastian Pelletier. Inkább csinál egy fékshotot. Breno Silva várná vissza. Helyette Helder Machado kapja. Kidolgozzuk a jobb oldalra. Jason Adams. Meg tudja verni a védőjét. Lacroix. Lacroix tekerhet. Udokájon megpattan, és akkor jöhet egy szöglet, amire akár Kis Bence fel is jöhet. De nincs a 16-oson belül. 93. perc. Jason Adams szöglete. Pereira csúsztat bele, Poc fejeli el. Adam érkezik a kipattanóra, de mire már átveszi a játékvezető, lefújja. Hát nem sikerül megszerezni az első győzelmünket a Luton Town otthonában, ami valamiért még mindig a Kenilworth Road, pedig azt hittem már benne van a játékban. 0-0, gól nélküli döntetlen, egy pont, jobb mint a semmi. Érdemeltünk volna győzelmet? Nem, az őszintén megmondva nem. Kiegyensúlyozott mérkőzés volt, nem túl sok történéssel. A végeredmény Luton Town 0, Bolton Wanderers 0. A 8. helyezett Brighton & Hove Albion utazik a mi otthonunkba. Hát itt nem igazán várok jó eredményt. Kis, Eden, Martinez, Morales, Bustos, Pinto, Machado, Ali, Cech, Lacroix, Adams, Bolton Wanderers, Brighton. Ahhoz képest, hogy még nem nyertünk mérkőzés, és csak 2 döntetlenünk van. Szerencsére még nem lettünk úgy igazán elpicsázva egy csapat ellen sem. Moran, Hinshelwood. Szóval annak ellenére, hogy a mérkőzéseink 60%-át elveszítettük, Lacroix belefut a saját emberébe. Evanilson. Ajaj. Hát pont most akartam mondani azt, hogy annak ellenére, hogy a mérkőzéseink 60%-át elveszítettük, még nem lettünk úgy igazán megverve. De lehet, hogy Brighton ellen ezt most megkapjuk. Ahogy látom, Kukureja valahogy visszaigazolt a Brightonhoz. 14. perc, vezet a Brighton, Evanilson a gólszerző. Machado, Jason Adams kapja, Pascal Lacroix. Húz befelé, Pascal! Odysseas. Machado, Lacroix egyből lekészíti, Gabriel Ali. Lőhet is, de nem találja el Odysseas kapuját. Moran, még egyet tovább, Hinshelwood. Hinshelwood! Kis Bence. Jakub Cech. Szokásosan Lacroix, de most egy kicsit visszámaradt. Jakub Cech! Odysseas. Lasse Becker.
Indítja Lacroix-t, aki nem igazán csinál túl sok mindent ezen a meccsen. Pascal! Odysseas tolja felé, és ugyanúgy, ahogy a Luton ellen, megint van egy szögletünk a haldokló percekben. Jason Adams. Rövidre érkezik Barrington, és ez Brighton játékos elé esik, és itt a vége. Hát megint kikapunk. Jó, nem, még nem lettünk szétverve megint, egy egygólos vereség, de az érdem, hogy nem vagyunk szétverve minden egyes Premier League mérkőzésen, az már nem annyira érdem at this point. 1-0-ás veressége van Wilson, negyed óra után a gólja. Megint 0 pont, de egy erős Brighton ellen. Az Brighton nem az az ellenfél, akit meg kell vernünk ebben a szezonban. A vége Bolton Wanderers 0, Brighton and Hove Albion 1, és továbbra is Pascal Lacroix az egyetlen gólszerzőnk a Premier League-ben. És hát akkor a jelenleg 4 nyeretlen Premier League csapatból 2 csap össze a Vitality-ben, Bournemouth a Bolton Wanderers ellen. Ahogy mondtam, a 4-ből eddig 2 nyeretlen csapat. Kis, Adam Martinez, Morales, Bustos, Pinto, Machado, Pelletier, Cech, Lacroix, Kyungu, Bournemouth, Bolton Wanderers. Lacroix húz befelé, és ígéretes helyzetben Pascal! Pascal Lacroix gólszerző, és 183 perc után van gól ebben az epizódban. Pascal Lacroix továbbra is az egyetlen játékosunk, aki gólt szerz a Premier League-ben, és előny a Vitality-ben 1-0 Bolton. Obando, Tavernier kapja vissza, Tavernier! Kis Bence! Cook. Szép labda Marcon Desznek, Kis Bence! Elkupcse, az csúnya! Az nagyon csúnya, és nem lennék meglepődve, az piros lenne. És korán ember hátrányba kerülne a Bournemouth. Jön a játékvezető, és Max Aarons csak egy sárgát kap. Hát, hogyha ez nem a 12. perc lenne, akkor szerintem az egy piros lett volna. Max Aarons, nagyon szerencsés vagy. Nem a legjobb kirúgás volt. Cooknál valahogy ott maradt, de csak addig, ameddig Cech el nem szedte tőle. Pascal Lacroix meg fogja próbálni mellé. Obando. Morales lép bele, feljön a Bournemouth térfélre. Lacroix. És jött Saliu Kyungu, és végre lehet egy különböző gólszerzőnk. A Premier League-be megpattant Isasin! És a 25. percben Saliu Kyungu betalál. Viszont lehet, hogy egy öngól lesz. 2-0. Van egy két gólos előnyünk a Vitality-ben. Az első alkalom idén, hogy van egy két gólos előnyünk a Premier League-ben. Nagyon csúnyán megpattan Axel Disasin. És nem lennék meglepődve, az az ő öngólja lenne. De van egy különböző gólszerzőnk a Premier League-ben Lacroix-n kívül. 2-0 Bolton. Nem, Saliu Kyungu gólja lett. Saliu Kyungu. Az első gólja a Premier League-ben. Laurent Adam. Pelletier. Területtel. Ó, de szépen csinálja a francia! Denis. Jakub Cech szöglete. 37. perc. Már cserélt egyet a Bournemouth. Salvador Martinez! Hát, mint egy golyó, úgy érkezett arra a fejesre. 38. perc. Salvador Martinez a gólszerző. Hát nem hittem volna, hogy ő lesz a harmadik különböző játékos, aki gólt szerez idén nekünk a Premier League-ben. 3-0. 38 perc alatt. És ez egy elég kényelmes előny a Vitality-ben. Angel. Tavernier. Dango, Kis Bence. Lukárt. Lekészíti Angelnek. És még egy Kis Bence védés belefér a fél időbe. És aztán Burkhardt lövése mellé megy. Zentner. Középre. Dangóról lemaradunk. És a 49. percben visszahúz egyet a Bournemouth. 3-1. Középre. Carvalho. Kis Bence. Az még ott van a vonalon. És aztán Burkhardt belelövi Kis Bencébe közelről. Nem hittem volna, hogy ezt fogom mondani ebben az epizódban, de nagyon jó lesz egy negyedik gól. Már csak 20 percet kell kibírni. Laurent Adam a labdával. Méről érkezik Rafa Pinto. Majd aztán Pascal Lacroix. Majd aztán Sebastian Pelletier. Denis. Milyen lódul meg szélen. És aztán Kis Bence. Keresi a beadást, de lehet, hogy inkább befelé húz. Az utóbbi volt, jött még egy. Készíti Carvalhónak. Hárman is vagyunk, de eljut Disasiig! 78. perc, Disasi a gólszerző. Az az Axel Disasi, akiről Kyungu lövése bepattant a második Bolton gólra. Most ő lövi a második Bournemouth gólt. 3-2. Kyungu. Három ember közé kerül, aztán megint egy csúnya hátulról érkező becsúszó szerelés. Marcos Senesi is a spori zsebében, az is egy sárga. Zentner. Get a taste of your medicine. Kyungu rúgja fel Zentnert.
És sárga lap, azért azt hittem ez már piros lesz. Na akkor, borult volna minden. Jön Gabriel Ali Pelletier helyett. Spori! Itt a vége! Hát ez a győzelem jobban esik, mint bármelyik Bajnokok Ligája döntő ezen a csatornán. Végre sikerül megtörni a jeget, és sikerül nyerni egy mérkőzést a Premier League-ben. És a Bournemouth továbbra is marad nyeretlen. Egy olyan mérkőzés, ami a fél időben nagyon kényelmes volt, aztán a második fél időre már kicsúszott egy kicsit a kezeink közül, de nem annyira, hogy pontokat ejtsünk. Igaz, a Bournemouth majdnem megcsinálta azt velünk, mint a Lutonnal a tavalyi szezonban való életben, hogy 0-3-ról fordított 4-3-ra, de nem, csak kettőt tudtak szerezni utára és Disasi góljával, ami a vége lennén Bournemouth 2, Bolton Wanderers 3. Megvan az első győzelmünk a Premier League-ben. Úgy néz ki, hogy jelenleg sorozatban kapjuk a nyeretlen ellenfeleket a Premier League-ben. Az előbb a Bournemouth ellen játszottunk, következő epizódot a Leeds ellen fogjuk kezdeni, akiknek 3 döntetlennel van 3 pont a nevük mellett. Ezzel a Bournemouth elleni győzelemmel kiugrottunk a kieséses helyekről. Bournemouth, Leeds és a Burnley vannak ott jelenleg. Nekünk 5 pontunk van 7 meccsből, ami hát nem a legtöbb, de 2 ponttal vagyunk a vízmélység felett, ami jelenleg jól esik. És itt akarunk valahol maradni. Nem 16.-17. helyen, de messze a kieső helyektől. És akkor ennyi volt a 40. rész, hogy tetszett, akkor öbetek egy lájkot, és minden egyes tagnak nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatását. Én Bence voltam, találkozunk legközelebb. Sziasztok!